Engedjétek meg, hogy szeretettel köszöntselek benneteket, határon innen és határon túl. Bár nem vagyok követ, de követlek benneteket. Ezt azért szerettem volna elmondani, mert nagyon sokat köszönhetek nektek, nagy követeknek, illetve magának, Attilának, akik ezeket a webinárokat szervezik. És ebből az apropóból engedjétek meg, hogy elmondjam azt, hogy mi hogyan is kezdtük, talán arról fogok beszélni. De elsősorban, és először engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, tehát Henzel György vagyok valóban Felvidékről, Búcsról, a Katona Mihály Alapiskola tanára. Ez egy kis létszámú iskola, 115 diák körül. Itt tanítok, illetve itt vagyok édesapa Búcson 4 gyermeknek, ezt is fontosnak tartom, hogy elmondhassam. Ugyanakkor lehet, hogy sokan tudjátok, hogy létrehoztunk egy kis műhelyt az iskola területén, digitális fabrikáló műhely névvel, ahol végül is ezeket a digitális eszközöket, magát a programozással is foglalkozunk. Tehát talán úgy szeretném a mondani valómat elmondani nektek, hogy az első részében elmondanám, hogy hogyan kezdtük, és hogy hogyan próbáltunk fejlődni ezen a téren, és aztán rá szeretnék arra térni, hogy az idei évben mivel szeretnénk foglalkozni. Annyit mindenképpen el szeretnék nektek mondani, hogy sajnos a mai nappal a középiskolák és az egyetemek már a távoktatásra tértek át, és ennek következtében lehetséges, hogy a következő hetekben változások történnek, úgyhogy az idei évben online térbe is tervezünk alkalmat a kódolás hete keretén belül. De hogyan is kezdtük ez az egészet? Mindenképpen tudjuk azt, hogy akik a gyerekeket szeretjük, akkor próbáltuk szemléltetessé tenni az óránkat, próbáltuk érdekessé tenni az óránkat. Az egyik ilyen volt, hogy az IKT eszközöket használtuk és vetítettük a képeket, próbáltuk a számítástechnikai eszközöket is bevonni az oktatás folyamatába. Aztán a másik, amikor érdekessé vált az óránk, amikor ilyen kutatás, felfedeztető módon próbáltunk gyerekeket tanítani, mindig próbáltam oly módon tanítani a gyerekeket, hogy fedezzük fel újra és újra a spanyol viaszt. Itt tudni kell, hogy mivel kisiskolában tanítok is, a szakom etika, hitoktató és tornatanár, ezen kívül más tantárgyakat is tanítottam. Tehát 9 évig matematikát, földrajzot, azóta fizikát, technikát, informatikát, tehát több óra keretén belül is próbáltam ezeket az eszközöket használni. Bekerdinek a idézetét bizonyára sokan ismeritek, aki azt mondta, hogy a gyermekeknek képessége van, és hát ez a IKT eszköz ez mindenképpen ebben segített nekünk. Tehát ez a felfedezhető tanulás, amit nagyon szerettem volna megvalósítani az egyes óráimon, és aztán ezeken belül az IKT eszközöknek a használata. De mivel először nem igazán volt lehetőségünk sok eszköz használatára, ezért a számítástechnikai terem maradt, és az első alkalom, amit megszerveztünk 2015-ben kód 7 keretén belül, az inkább kód órája volt, tehát azt jelenti, hogy az informatika órán belül a Word Excel-en túl próbáltam más érdekesebb alkalmazásokat is kipróbálni a gyerekekkel, és így tértünk rá a programozásra. Ugyanezen az alkalmon, vagy ugyanezen az évben sikerült felvenni a kapcsolatot más felvidéki iskolákkal online, egy kassai csapattal, gimnáziummal, akik mélyebben foglalkoztak a programozással, és egy füleki csapattal, akik szintén a programozás területén jóval előbb haladtak. Ez azért szerettem volna, hogy a gyerekeket motiváljuk arra, hogy próbáljunk ebben a világban is becsöppenni, és próbáljunk mi is ezen a területen úgymond belakni, és szerettem volna, hogyha látják azt, hogy mi minden van ezen a területen. Így is volt, tehát ennek köszönhetően, ennek a kód hétnek köszönhetően, ahol, mint mondottam, először egyszerű programozással a számítástechnikai belül foglalkoztunk, gyerekek különféle osztályból jöttünk össze, csak az érdeklődők, és akkor azokkal foglalkoztunk, és ezen az online előadáson mi is bemutattunk egy ilyen távvezérelt interaktív táblát, tehát nem közelről, hanem távolból próbáltuk irányítani a táblát. Ezen a gyerekek természetesen, amikor részt vettek, ők is használták az eszközöket, lehet látni, hogy videókat készítettek, amit a későbbiekben fel is dolgoztak,
és ezt követően sikerült hozzájutnunk úgy robotokhoz, LEGO robotokhoz, amivel megkezdődött végül is a műhely munka az iskolánkon. Ugyanakkor én féltem mindig is attól, hogy ennek a világnak, ennek a programozós világnak van egy beszippantó hatása. Mindig ez a kettőség bennem volt. Kettőség alatt azt értem, hogy egyik részről féltettem a diákokat, hogy lekötve a számítógép fölött görnyedve fogják folytatni a mindennapjaikat. A másik részről ugye meg az van, hogy mindig azt mondjuk, hogy nem tudnak a gyerekek összpontosítani, nem tudnak egy dologra odafigyelni, és ez a programozás viszont ebben is segít. De, mint mondtam, én féltem ettől a virtuális világ beszippantó hatásától, ezért ez a műhely, amit létrehoztunk végül is, abban segített, hogy ezek az eszközök, maga a programozás is, csak eszköz maradt továbbra is. Használtuk a számítógépet, de azért, hogy például a robotokat megmozdítjuk. Azért, hogy létrehozunk bizonyos csodákat ezeken a műhelyeken belül. A következő alkalommal, a következő kódhéten két programot emelnék ki. Az egyik ilyen lehetőség volt, hogy Pozsonba eljutottunk a gyerekekkel az egyetemre, ahol fogadott minket az egyetemi tanár, és bemutatta az ő műhelyüket. Hát egy csodálatos műhely volt, nem csak egy teremről volt szó, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok teremről, ahol valahol 3D nyomtatással foglalkoztak, valahol ugye robotozással, és sorolhatnám. Ugyanakkor ezen az évben meghívtunk külső szakembereket is, bizonyára többen hallottatok már a Makerspace-ről, illetve a Málna labort is lehet, hogy ismeritek, szintén a Dunakanyarban található, tehát magyarországi kollégákról van szó, akik ingyen bért mentve, baráti alapon eljöttek hozzánk, és bevezettek minket, mint lehet látni itt oldalt, a mikrokontrollerek világába, a Mikrobitnek a programozásába. És ez volt az az eszköz, ez a Mikrobit, ami egy újabb változás hozott a műhelyünk életébe, hisz ezeket az eszközöket, ezeknek az eszközöknek a segítségével, amit ugye megtanultunk programozni, megmozdíthattunk dolgokat. Igen, itt mögöttem látható, hogy ugyanezen az alkalmon a délutáni órákban a kicsiknek tartottunk úgymond digitális érzékenyítést, LEGO terembe engedtem őket, és engedtem őket játszani. Aki érdeklődött a programozás iránt, azt próbáltam rávezetni, de aki nem, hanem csak manuálisan összerakott pár eszközt, megtehette azt is. És ugyanakkor ebben az évben volt az, és ezt most mondom, súgom a kollégáknak, hogy ezek a kódhetek többek között arra is jók, hogy a vezetőség felé kéréssel fordulhatunk. Tehát megtervezünk egy programot, megszervezünk egy alkalmat, és azt mondjuk, hogy szükségünk van erre és erre. A mi esetünkben arról volt szó, hogy szükség volt még egy teremre, amit tudtam azt, hogy nem használunk ki az iskolán belül, és megkaptuk erre az alkalomra, erre a kódhétre, és véletlenül ott maradtunk, és most már ott is zajlanak a műhely munkáink. Tehát mindenképpen biztatom a kollégákat, hogy igen, induljunk el az informatika teremből, ha nincs más lehetőségünk, ott lévő programozással, és aztán lépjünk ki ebből a teremből, és próbáljunk olyan alkalmakat szervezni, olyan eszközöket használni, amelyet a informatika teremen kívül is tudunk esetleg használni. És itt mondanám el, hogy nekünk mindig is ez a kódhét arra volt jó, hogy hogy érzékenyítettük, tehát megismertettük a gyerekeket új technológiákkal, új programokkal, új lehetőségekkel, ugyanakkor ugye vezetőség felé is egyfajta invitálás volt, hogy érdemes ezen az úton elindulni, és ez tehette lehetővé azt, hogy ezek az egynapos alkalmak, vagy órás alkalmak is elgondolkoztassanak bennünket, hogy miért ne próbálnánk meg egy nagyobb projekt keretén belül is használni ezeket az eszközöket. És itt említeném a digitális témaheteket. Bizonyára erről is sokat hallottatok, gondolom, akik itt vannak közöttünk, azok többen már részt is vettek ezeken az alkalmakon. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a kódheteknek volt köszönhető az, hogy volt bátorságom neki kezdeni a digitális témahét egyes témáinak a kidolgozásához. Néhányan emlékeztek, legutolsó
a Kárpát-medencei alkalom volt, a Kárpát-medence projektünk, de Leonardo da Vinci egy nagyon sikeres projektünk is volt, és ezeknek az alkalmaknak, ezeknek a projekteknek még olyan hozadéka is volt, hogy úgymond pályázni is tudtunk, mint ugye maga a digitális témahit versenyén, de akár az itt felvidéken található kisebb pályázatoknál is meg tudtunk célozni bizonyos összegeket, amiből tovább tudtuk bővíteni az eszközparkunkat. Tehát a kódhetünk oda vezetett, hogy digitális témaheteket tudtunk létrehozni, amelyeknek köszönhetően további eszközzel bővülhetett az iskola parkja. Amikor úgymond jól ment, tehát látták a sikereinket, a következő kódhéten már hívtak bennünket, hogy megmutatnánk az ő iskoláikon, hogy zajlik ez az alkalom, illetve hogy miket tudtunk létrehozni ezeken az alkalmakon. És így volt az, hogy több iskolába is elhívtak bennünket, és akkor a gyerekekkel közösen elmondtuk az élményeinket ezzel kapcsolatosan, és így történt az, hogy mi váltunk most már azokká, akik digitálisan érzékenyítették a többieket. Volt olyan iskola, aki elindult ezen a vonalon, és létrehozott egy saját kis műhelyt. Egy másik iskola, őszinte leszek, nem tudom, hogy hová jutottak, hogy foglalkoznak-e ezzel, de végül is megtapasztalták azt, hogy van ebben ráció, van ebben lehetőség, és nem csak az informatika termeken belül való használata, hanem témaheteke keretén belül, de akár a tanítási órák keretén belül is. Azért el kell azt mondanunk, hogy ez a műhelyünk most már nem csak digitális eszközöket használ, hanem kézműves foglalkozással is bővült. Az azt jelenti, hogy használunk olyan eszközöket, olyan berendezéseket, amelyek segítségével csodás dolgokat tudnak létrehozni a gyerekek, így be tudjuk vonni ezeket más tantárgyakon belül is. Volt, hogy nem csak ezeket eszközöket vittük el az adott iskolára, hanem amit itt mögöttem látható, a 3D nyomtatót is, és ott helyben próbáltunk kinyomtatni számukra objektumot. És akkor, ha megengeditek, térnék az idei alkalmunkra. Az idei alkalmunknak a címét, mint korábban is láttátok, azt adtuk, hogy úgy kódolnék veled, vagy én kódolnék veled. Az én korosztályom bizonyára emlékszik arra a dalra, arra a tévéműsorra, amikor táncot oktattak televízión keresztül, és ennek a Bergendi számnak a címét választottam ezúttal a Kód 7 címéül. És ezen az alkalmon, ezen az idei alkalmon foglalkoznánk természetesen a tánccal. A táncon belül robotokat táncoltatnánk meg, Scratchben programoznánk. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek itt fölöttem látható Méki eszközt. Ez egy fantasztikus kis eszközöcske, amit szintén a nagyon egyszerű Scratchben tudunk programozni, és akár hangszereket tudunk létrehozni, akár meg tudunk gyümölcsöket, zöldségeket szólaltatni, illetve különböző eszközöket létrehozni ezzel. Az egyik ilyen célunk, hogy létrehozunk egy ilyen táncoktató szőnyeget, nem tudom a hivatalos megnevezését, ami Scratchben lenne programozva, és egy a felvidéken található néptánc lépéseit próbálnánk oktatni ezen keresztül. Ez egy cél, még nem tudom, hogy fog megvalósulni, előkészületek a héten zajlanak ezzel kapcsolatosan. Természetesen a mikrobiteket is fogjuk használni, mi szintén hangszereket lehet létrehozni, szintén meg tudunk mozgatni velük robotokat. Tehát ez volna az egyik része. A másik, kollaboratív foglalkozásokat hoznánk létre, ami az online térbe kerülne. Említettem nektek az elején, hogy volt ilyen, hogy sajnos készülünk erre a helyzetre, hogy akár távoktatásként kell folytatnunk, és ezért eldöntöttük, hogy ebben az idei tanévben, én technika órán és informatika órán is a gyerekekkel úgymond megtanulom használtatni ezt a környezetet. Nem volt
kifejezetten ilyen környezetünk, ahol biztonságosan a gyerekek együtt tudtuk volna működni a tanárokkal. Ezért mi ezt a felületet választottuk, amit most is használunk, ugye a Teams-et, és ezen belül próbálok olyan foglalkozásokat megvalósítani, nem csak a saját gyerekeinkkel, hanem egy megszólított iskolával is, itt is van a kolléga közöttünk, akik szintén megpróbálnak csatlakozni hozzánk, és az online térben próbálunk közösen programozni is, vagy próbálunk közösen együttműködni. De a Teams felületén belül, tehát a Microsoftnak ennek a 365-ös csomagján keretén belül. Mire gondolok? Megosztok most egy képet, remélhetőleg. Látjátok itt mögöttem. Látjátok, hogy ezen belül biztonságosan a gyerekek maga felületén belül vagyunk, és ezúttal nem tantárgyakat hoztunk létre, ahol is látható, igen, nem tantárgyakat hoztam létre, hanem bizonyos alkalmazásokat, amelyeket itt fogunk használni. Az egyik ilyen felület maga a Microbit-nek volt egy nagyszerű előadása Ágnesnek, webináruma itt a közelmúltban, ami rámutatott arra, hogy online térben is hogyan lehetne a Microbit-et oktatni, úgyhogy a diákok akár az egymás munkáit is láthassák. Ez az egyik ilyen. A másik bizonyára sokak számára ismert a Tinkercad felülete. Ezt is úgymond beemelve a Teams felületére. Az a terv, hogy közösen online térben együtt tervezünk dolgokat. Van lehetőség programozásra is, de be kell vallani, az nem egy egyszerű dolog lesz a programozásra. Ezért úgy döntöttem, hogy az első ízben azt próbáljuk meg, hogy a gyerekek, tehát a mi gyerekeink, a másik iskola diákjait, illetve ők, a mi diákjainkat távolból fogják irányítani, és egy képet, amit ők birtokolnak, azt úgymond közölni kell a másik csapattal, hogy hozzák létre ezen a munkafelületen. Ez a munkafelület azért is érdekes, mert együtt, egy térben többen egyszerre tudnak dolgozni. Most itt arról lesz szó, hogy a gyerekek egymást fogják irányítani, és egy bizonyos alakot kell létrehozni, akár egy hóembert, akár egy épületet, de akár egy fantázia alakot is. És nagyon érdekes dolgok jöhetnek majd így létre, de már a távmunka egyik formáját ők így el tudják sajátítani, és nem titkolt célom az, hogy ezt a Teams felületet biztonságosan tudják és akarják használni, ha szükség lesz rá. És nem csak akkor, hanem ez a felület tökéletesen megfelel különböző digitális témahetek alkalmával is, mint virtuális osztályterem. Tehát ezeket tervezzük ezeken az alkalmakon, remélhetőleg fog sikerülni. Először ugye meghívott iskolákkal közösen, aztán nyitottá szeretném tenni a hónap végére, és aki esetleg ki szeretné ezt próbálni, megpróbáljuk. Tehát nem csak iskolán belül fogjuk az iskolán belül egy másik iskolával egy időben, hanem a iskolán kívüli foglalkozásként is, akár otthon is a gyerekek, ha rácsatlakoznak, egy órácskában megpróbálunk megvalósítani ezeket az alkalmakat. És még utolsó mondatként elmondanám azt, hogy mivel általános iskola vagyunk, tehát mindig vissza kell térnünk az alapokhoz. Tehát újra és újra el kell kezdeni az egyszerű felületeket használni, és ebben most az a segítségem, hogy most már a nagyobbak tudnak nekünk segíteni, a nagyobbak most már akár az ők irányításuk mellett sajátítják el az egyszerű programozásnak alapelveit. 20 percet kaptunk az Attilától, én azt hiszem, hogy kiismerítettem ezt a 20 percet. Köszönöm a figyelmet, akinek kérdése van ezekkel kapcsolatosan, akár az alkalmazásokkal kapcsolatosan, bátran tegyék fel, és akkor megosztanám velük szívesen akár az üzeneteken belül is, de az alkalom végén is szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Köszönjük szépen Henzel Györgynek az előadását. És hát nem véletlenül Gyuri egyike a nagy innovátoroknak itt a szakmában. Sokan ismerhetitek is őt.
látszik, hogy ki nem fogy az ötletekből, és mindig érdemes tőle tanulni. Ahogy említette, ő is tanul másoktól, de mi is tanulunk tőle. Úgyhogy köszönjük szépen az előadást is, és most is mondom, hogyha kérdések vannak, akkor a chatben érdemes kérdezni, és akkor a végén majd az előadóink válaszolni fognak a kérdésekre. És most pedig Felvidékről átmegyünk Romániába, mégpedig Csángóföldre, Bákó megyébe, Dumbravénbe, ahonnan Majzik Tamás jelentkezik, és ő egy prezentációval is készült, úgyhogy úgy van. Köszönöm szépen, Tamás, parancsolj! Köszönöm szépen, Attila! Elsőnek is nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg ezt a lehetőséget, hogy ezen a webináriumon részt vegyek. Én Majzik Tamás vagyok, Szegeden születtem, tanítószakot végeztem Magyarországon, de most már az elmúlt 10 évben, vagyis most kezdem a 10. tanévemet Csángóföldön, Romániában, Moldvában, és igazából az előadásom is ehhez a tájegységhez, és azon belül is egy konkrét faluhoz, Dumbravénhez fog kötődni, és az előadásomnak a címe az, hogy Robotika Csángóföldön, oktatási robotokkal támogatott magyar órák bevezetése Dumbravénben. Erről fogok mesélni a következő 20 percben. Egy picit azért elhelyezném, hogy hol is van Moldva, hol is van Csángóföld, hogy jobban lehessen érteni majd az előadást. Romániának a keleti oldalán, a Kárpátokon túl található Moldva, Csángóföld, és itt egy viszonylag nagy lélekszámú magyarság él, akiket moldvai magyaroknak, vagy moldvai csángó magyaroknak hívnak, és tudni kell, hogy gyakorlatilag ők sosem tartoztak, hát úgymond a történelmi Magyarországhoz, mindig határon túliak voltak, de ennek ellenére egy nagyon gazdag kultúrát és egy archaikus magyar nyelvet őriztek meg, viszont az is tény, hogy ez a gazdag kultúra és ez az archaikus magyar dialektus az egyre nagyobb veszélyben van az asszimiláció miatt. Viszont van egy oktatási program, a Moldvai Csángó Magyar Oktatási Program, amelyet jelenleg a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége koordinál, és ez a program azt a célt tűzte ki, hogy valahogy ezt a nyelvet és ezt a kultúrát megőrizze, továbbadja, és az asszimilációt hát lassítsa. És ez a program különböző csángó falvakban úgynevezett magyar házakat, közösségi házakat hozott létre, ahol fakultatív iskolán kívüli tevékenységek zajlanak, és a mi falunkban, Dumbravénben egy támogató után Francesca háznak kereszteltük el ezt a közösségi házat, és itt zajlanak magyar órák, hagyományőrző foglalkozások, és ezeknek mind az a célja, hogy a magyar nyelvet és a kultúrát megőrizzük. Nekem pedagógusként az a fő célkitűzésem ebben az oktatási szituációban, hogy a magyar nyelvhez és kultúrához kapcsolódó pozitív élményt azt megteremtsem. És ehhez mindig valamilyen élményszerű, kreatív, innovatív oktatási nevelési tevékenységet kerestem, és hát elindultam ki itt úton, a digitális pedagógia útján, és valahogy ehhez kapcsolódóan a robotikával is kezdtem megismerkedni, és ezt próbáltam hát a gyerekek felé is nyitni. De föltehetjük a kérdést, hogy vajon miért használjuk ezeket az oktatási robotokat akár itt Csángóföldön is, egy apró kis moldvai magyar faluban. Én azt gondolom, hogy a 21. századi változások azok az oktatásra is komoly hatást gyakoroltak, és ezek a hatások még itt is Moldvában, mondjuk Budapestről 1000 kilométerre is nagyon erősen éreztetik a hatásokat, és ezzel ugye hát a neveléstudomány is foglalkozik, és ők is különféle tanulmányokban a kutatók felteszik a kérdést, hogy vajon milyen ismeretekre, meg tudásra lesz szükség, meg milyen képességekre a felnövekvő generációnak, és vajon ezt az iskola, legyen az intézményes vagy iskolán kívüli is, hát hogyan tudja majd fejleszteni. És hogy biztos van egy bizonytalanság a 21. században, és vajon erre hogyan tudunk mi pedagógusok majd reagálni, illetve hogy a technikai fejlődés, a technológiai fejlődés majd hogyan fog a kreativitásukra vagy a kifejező képességükre hatni. És én azt gondolom, hogy felelős pedagógusként hát meg kell találjam a saját közösségemben, a saját tanítványaim körében, hogy ezekre a kérdésekre hogyan lehet válaszolni. Én azt gondolom, hogy az egyik válasz
út az a probléma megoldás, a probléma megoldó gondolkodásnak a fejlesztése. Ugye ezzel is foglalkozik a neveléstudomány, gondoljunk csak Csapó Benőnek a munkásságára, és azt gondolom, hogy pont az oktatási robotokkal lehet ezt a gondolkodásmódot nagyon erősen fejleszteni, de mellette még összegyűjtöttem néhány olyan területet, néhány olyan képességet, vagy olyan kulcs kifejezést, amivel azt gondolom, hogy az oktatási robotok eredményesen tudnak dolgozni. Ez tényleg csak néhány dolog, még nagyon sokat föl tudnánk sorolni, az algoritmikus gondolkodás, a kódolás révén gondolkodás, az együttműködés, akkor itt egyből hozzácsatolnám azt, hogy az eltérő képességű és szocializációjú tanulóink nagyon jól együtt tudnak működni pont az oktatási robotokkal való tevékenység keretében. És nagyon nagy előnye ezt hiszem ezeknek a robotoknak, hogy tantártól függetlenül tudjuk ezeket használni. A mi speciális oktatási programunkban és a mi speciális magyar óráinkon, mert ugye mi magyar órákat tartunk ebben a programban, ezekben a speciális oktatási szinterekben is nagyon eredményesen lehet használni ezeket az oktatási robotokat. És azt gondolom, hogy nagy előnyük, hogy sikerélményhez juttatják a diákjainkat, ami azt gondolom, hogy egy kulcs motivuma az oktató-nevelő munkának, hogy a sikerélményt azt biztosítsuk. De azért a sikerélményért dolgozni is kelljen. És nagyon fontos a kreativitás is, ami pont a 21. században talán még jobban felértékelődött, hogy az kiteljesedjen, vagy még jobban megerősödjön a tanítványainkban. És azt gondolom, hogy ezeknek az oktatási robotoknak egy nagyon erős motivációs ereje van. Bármilyen témát, vagy témakört, tananyagot, tananyagrészt veszünk elő, hogyha valamilyen módon ezeket megtámogatjuk az oktatási robotokkal, akkor nagyon erős motivációs közeget tudunk teremteni a tanítványaink számára. Én robotélménynek hívom azt, amikor az oktatási robotokkal történő tevékenységnek az öröme az megjelenik a tanítványainknál, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ne csak a tanítványainknál, hanem valahogy a pedagógusnál is, mert ez azért átsugárzik a tanítványainkra, és azt gondolom, hogy ezek a robotok tényleg tudnak örömet és ehhez kapcsolódóan sikerélményt okozni. Mi eddig a következő robotokkal foglalkoztunk, a Bluebottal, Cyberrobottal, Edison robottal, Macrobottal, a Cody Rockyval és az Earl nevű padló robottal, és azt gondolom, hogy fontosnak érzem azt, hogy ezt a robotállományt még tovább bővítsem, és ezáltal még színesebbé tegyem a magyar órákat. Tehát hangsúlyozom, hogy itt magyar órákról van szó. Persze én a magyar óra fogalmat azt komplex módon, és sok területre kiterjedőnek érzem, és ezért pontosan nagyon jó beleillenek ezek az oktatási robotok, illetve a velük történő egyéb tevékenység. Az első oktatási robot, amivel megismerkedtünk, ez a Bluebot volt, és mint mondtam, magyar órákról van szó, tehát kezdetben tényleg úgymond idézőjelben mondanám, nagyon magyaros feladatokra használtuk, hogy hanganalízis, szavaknak a felismerésére, mondatok és szövegrészleteknek az összekapcsolására, vagy ehhez kapcsolódóan a sorrendiség megállapítására, de én a Bluebotnál és a többi robotnál is leginkább mesefeldolgozásra, illetve mesealkotásra, vagy hogyha általánosan akarjuk ezeket nevezni, akkor szövegfeldolgozásra, szövegalkotásra helyezem a hangsúlyt. Ez legyen akár szóbeli szövegalkotás, vagy írásbeli szövegalkotás, mert ezeken a robotpályákon nagyon jól be lehet mutatni, el lehet helyezni a különböző mezőkön a szereplőket, a helyszíneket, a tárgyakat, a különféle mesemozzanatokat. Az alábbi illusztrációkon is látszik, hogy valahol hangokat, betűket párosítottak, szavakat kerestek, vagy mese részletekhez vezették a robotot. És ugye itt fejlődik a szóbeli kifejezőképesség, az írásbeli kifejezőképesség, de közben, mivel kódolunk, így az algoritmikus gondolkodást is fejlesztjük. És persze előfordulhatnak problémák is, mert ehhez ugranék is a következő diára, erről fogok részletesebben mesélni, de ha már a probléma megoldásnál tartunk, akkor tegyük föl, azt mondom, hogy a boltba és a templomba, vagy inkább a boltba és a játszótérre most ne menjünk, a robotot oda ne irányítsuk, tehát egy problémával találjuk szembe magunkat, a tanítványaink egy problémával találkoznak, és ezt meg kell oldani. Úgy kell programozni a Bluebotot, hogy oda ne menjen. Tehát itt
vagy legalább 4-5 féle területet lefettünk azzal, hogy robotokat használunk akár egy magyar órán. Rátérnék a robotpályákra, mert azt gondolom, hogy ha BlueBot-tal vagy ehhez hasonló eszközökkel dolgozunk, akkor hát kulcs szerepe van a robotpályáknak. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy sokszor inkább a gyerekek, a tanítványaink készítsék ezeket a robotpályákat. Ha már projektezünk például, akkor a projektnek egy kiemelt fontos része lehet, hogy elkészítjük közösen, vagy csoportmunkába, vagy akár otthoni feladatba, ha már online oktatásról van szó, hogy otthon készítsen egy robotpályát. És ez a, hát én azt gondolom, elég szép alkotás is az egyik tanítványomnak a munkája. És a másik fontos alapelvem a robotpályáknál, hogy sokszor hát valahogy az ő világukhoz, az ő életükhöz is kapcsolódjanak, és ugye itt most Csángóföldről van szó, Dumravénről van szó. Ez a BlueBot-os robotpálya ezt mutatja be. Ugye a falunak a legfontosabb helyszínei, a játszótér, a templom, a domboldal, a patakpart, mind róluk szól. És ezt a pályát nagyon jól lehet mesélni. Kérhetjük, hogy meséljenek, alkossanak egy történetet erről, meséljék el a napjaikat, hogy telt el az elmúlt vasárnap, vagy találjanak ki hozzá különféle meséket, történeteket, de mindezt úgy, hogy közben a robotot programozzák, és miközben a robot bejár egy bizonyos útvonalat, amit ők előzetesen átgondoltak és beprogramoztak, közben mesélnek is, beszélnek is. Tehát már a magyaros tartalmak is megjelennek egy ilyen robotpályán való hát tevékenységben. Ehhez hasonló robotpálya ez. Ez a mezőgazdasági munkálatokról szól, mert itt azért Moldvában és Dumravénben is a hagyományos mezőgazdaság még erősen jelen van, és ebben a robotpályában olyan hát elemek, képek kerültek bele, amelyek pont ezt mutatják be. Ott a kapa, ott van a jellegzetes csángótarisznya, ott egy lovacska, ott van a szőlő, amit le kell szedni, vagy a hagyományos szekér, ami még mindig jelen van itt. Tehát az ő világukról szól ez a robotpálya. Ezt is az egyik tanítványom készítette, és ezzel is nagyon jól lehet mesélni, történeteket előadni, vagy hát akár kócsorokat leírni, hogy hogy fog eljutni majd ez a BlueBot, mondjuk a szőlősből az úton keresztül, úgy, hogy egy kicsit megpihen a fa árnyékában, mondjuk a szekérhez. Ez csak egy példa volt. Tehát nagyon sokféle feladatot lehet adni egy ilyen robotpálya segítségével, ilyen oktatási robotokat felhasználva. Dumravénhez legközelebbi nagyváros, amit Attila is említett, Báko megyében Báko, és ez a robotpálya már a nagyvárosi életet mutatja be, milyen lehet a nagyvárosi élet, erről mesélhetnek ezen a pályán, ennek a városnak a legfontosabb helyi jelennek meg, tehát ugyanaz a struktúra, mint a többi robotpályánál, csak most már a faluból kiléptünk a nagyvárosba. Persze a mindennapi, vagy hogy mondjam, a hétköznapi helyszínekről egy kicsit lehet kalandozni, akár az égitestek fele is. Ezt nemrégiben készült ez a robotpálya, és egy űrmese projekt, vagy egy ilyen mini projekt keretében foglalkoztunk ezzel. Föl kellett fedezni a különféle égitesteket, kellett írni kócsort, kellett írni egy rövid fogalmazást erről, előtte egy vázlatot készíteni, utána hát programozni a robotot, és közben mesélni is, miközben a BlueBot eljutott, jelképezve az űrhajót, a felfedezőket, a csillagközi, vagyis bocsánat, az égitestek közötti felfedezőket, akik eljutnak a különféle bolygókhoz, és ott pedig különféle hát apróbb történeteket hát dolgoztak fel, hogy mi történt a Marson, mi történt a Jupiteren. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas volt. És a végén egy applikációhoz jutottak, miután a QR kóddal hát beolvasták, vagyis a QR kódot beolvasták. Nagyon fontosnak éreztem, hogy kitegyem ezt a diát, hogy szabad hibázni. Én azt gondolom, hogy a tanítványainknak meg kell engedni, hogy hibázzanak, mert mindenki hibázik. És azt gondolom, hogy pont az oktatási robotok ezt nagyon jól tudják szimulálni, hogy igen, hibázunk. Nem úgy programoztam be azt a robotot, ahogy az adott feladat kérte, de nem történt probléma, felismertük, hogy hiba történt, de azt lehet korrigálni. És azt gondolom, az algoritmikus feladatoknál, a kódolásos feladatoknál ez nagyszerűen működik, mert nagyon világos, nagyon egyértelmű hiba, és nagyon egyértelmű az is, hogy lehet ezt megoldani. Nem jó mezőre kerültem a
az adott robotpályán, de nem baj, mert én ezt ki tudom javítani, vagy tudok segítséget kérni, ha párban, páros munkaformában, vagy akár csoportban dolgozunk. Tehát én ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a hibázás és a hibajavításnak a megélése, az pont az oktatási robotokon és az algoritmizáláson keresztül nagyszerűen működik, és ezt én azt gondolom fontos is, hogy pedagógusként ezt úgymond kihasználjuk, ezt a jó tulajdonságát, nagyszerű tulajdonságát az oktatási robotoknak. Cyberrobottal is foglalkoztunk, ugye ezt táblagéppel, vagy táblagép segítségével irányítottuk. Itt mindig nagyméretű pályákat készítettem, akár a fél tantermet, vagy a folyosót is elfoglalta. A cyberrobotot kellett irányítani az egyik mezőről a másikra, és mindegyik mezőn különféle magyaros feladatok voltak. Sokszor ezt QR-kóddal beolvasták, úgy kapták meg a feladatot, de közben megvolt egy erős motivációs közeg, hisz ezt a cyberrobotot kellett irányítani. Igazából itt is látszik, hogy tényleg csak a mi kreativitásunkon múlik az, hogy ezeket a robotokat hogyan tudjuk felhasználni, hogy például a cyberrobotnak milyen pályát alkottuk meg, és abban milyen feladatok lesznek, hogy tartozik, hogy kapcsolódik az adott témakörhöz, tananyaghoz, tananyagrészlethez, és ebben segít, hogy ez élményszerű és motivációs legyen, ebben segítenek ezek a robotok, akár a cyberrobot is. Edison robottal is gyakran foglalkozunk, ennek is, vagy ezt is a történetmesélésre szoktuk felhasználni, hisz van egy nagyon három nagyon jó olyan tulajdonsága, amit a kisebb gyerekeknél is nagyon jól tudunk használni, a vonalkövetés, a távirányítás, illetve a tapsvezérlés. A jobb oldali képen egy Edisonos pálya látható. Itt vannak bizonyos akadályok, ezeknek nem szabad, hogy neki menjen a robot. Ott vannak bizonyos feladatok a felhőkben, instrukciók ott a tekercseken, vannak bónusz feladatok a sárga csillagokban, és ez például a kisebbeknél tapsvezérléssel, vagy ezen az asztalon úgy működött, hogy kopogtattak, ugye egy koppantás, akkor fordul egyet, egy kicsit jobbra, két koppantással, akkor előre halad az Edison robot, és így kellett eljutni a megfelelő állomásokra, és ez is egy erős motivációs közeget adott a gyerekeknek. Én nagyon szeretem az Edison robotban, hogy Lego kompatibilis, tehát tudnak szereplőket építeni a Legóra, vagyis az Edison robotra, tudnak helyszíneket, mozzanatokat, mesemozzanatokat megjeleníteni, hogy ráépítenek, és ezzel fejlesztjük a kreativitását is a gyerekeknek, a tanítványainknak. Vonalkövetés, ugye ez is egy Dumbravén a mi falunk, és akkor ezen megy az Edison robot, ez kicsit hasonlít az előző Bluebotos Dumbravénes pályára. Makrobottal is foglalkozunk. Én ezt a kicsiknél is, akár a 5-6 éveseknél is szeretem használni. Például óra elején körbeülünk, és akkor most még én irányítom ezt a makrobotot, és ő megy oda a tanítványaimhoz, a kicsikékhez, kicsi gyerekeket kell elképzelni, és neki mutatkoznak be ennek a makrobotnak, neki mondanak el egy mondókát, neki ismételnek el egy verset, vagy egy versrészletet, és ennek azért van fontos szerepe, mert nagyon jó szorongásoldó tulajdonsága van ennek a robotnak, mert vannak olyan tanítványaink, ugye biztos mindenki tapasztalja, akik nehezebben nyílnak meg, stresszesebben élik meg a bizonyos oktatási helyszíneket, vagy helyzeteket, és sokszor én azt tapasztaltam, hogy ennek a makrobotnak könnyebben és jobban megnyílnak, mint másoknak, és ezáltal tényleg egy szorongásoldó szerepe van ennek a kis robotnak. És ugye egy kicsit visszatérek, hogy szabad hibázni, mert amikor ők irányítják ezt a robotot, vagy más robotokat is, és úgy követnek el hibát, akkor sokszor azt érzik, hogy na, nem is történt olyan baj, mert olyan nagy baj, most kisebbekről van szó, mert úgymond a robot követte el ezt. Tehát, hogy mondjam, ilyen szerepe is lehet ezeknek a robotoknak. Cody Rockyval is foglalkozunk. Itt akár már előkerül a nagyobbaknál a blokkprogramozás is. A kódolással kísért történetmesélésnél szoktuk felhasználni. A baloldali képen ott ugye egy kicsi gyerekek használják, vagy ők egy mesét mondtak el így, kicsit ott a nyuszika lett a robot, és ott volt a kislány, ott volt az almafa ebben a mesében, de a nagyobbaknál akár kaptak egy feladatot, szövegfeldolgozást, és abból egy rész kellett blokkprogramozással a robot segítségével bemutatni. Ugye van egy nagyon jó kijelzősávja, ahova a szövegrészleteket is lehet beprogramozni ezzel a robottal. Én azt is nagyon szeretem, hogy egy tanórán különböző robotokat használunk, nem csak egyfélét, hanem akár hármat is.
Ezt csoportmunkában lehet jól használni, például a differenciált szövegfeldolgozásnál ugyanaz a szöveg, de hát eltérőképpen dolgozzák föl különböző csoportokban és különböző robotokkal. A bal oldalt éppen egy Edisonnal kellett, vagy annak a segítségével akár bemutatni egy gondolattérképet, egy mindmappet, de közben Bluebottal hát egy robotpályán dolgozták fel ezt, és valaki pedig éppen egy fogalmazást írt, tehát csoportmunkában történt ez az óra is. Fehér Péter tart nekünk még most is mikrobittel történő tevékenységeket, programozásokat, ez teljesen online módon történik, ezzel az eszközzel most ismerkedünk, de nagyon, nagyon szeretik a gyerekek is, és azt gondolom, hogy későbbiekben is fogjuk használni. És még nagyon röviden is ezzel zárnám, mi is elkezdtük a Code Week-et, nekünk az a címe, hogy értékeink bemutatása a kódok világában. Ennek volt egy előzménye, amikor digitális pedagógiával próbáltuk ezt feldolgozni, annak az volt a címe, hogy értékeink bemutatása a digitális világban, most pedig a kódok világában, és az az alcímünk, hogy a mi falunk, a mi mesénk, és ma a legkisebbekkel kezdtük el. Itt szintetizálni szeretném ezeknek a robotoknak a, hát az oktatási szerepét, koncentrálva ismét a mesére, mert ugye ma az volt a feladat a legkisebbeknél, hogy meg kellett alkotni a meseszereplőket, persze előkerült ez a makrobot is, és majd a nagyobbak fognak robotpályákat készíteni, úgyhogy hogy ezzel megteremtik a mesének a környezetét, a meseszereplők már adottak, ezt a kicsikék elkészítették, és utána pedig majd jönnek az ehhez kapcsolódó, a saját meséjükhöz kapcsolódó kódolásos feladatok. Tehát nekünk ez lesz, vagy ez van betervezve a Code Week-re. És én nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és ha bármi kérdés van, akkor a végén én is nagyon szívesen válaszolok. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Tamás előadását, és egyben azt hiszem, hogy sokunk nevében, Tamás, engedd meg, hogy gratuláljunk, mert valami nagyon csodálatosat viszel véghez, és ehhez nagyon sok energiát és sok-sok erőt kívánok, és ha bármiben szakmailag tudunk segíteni, mindig fordulj hozzánk bizalommal. És akkor egy kérdés fölmerült a chatben, csak szeretném kihangosítani, hogy a Code Week-es eseményeket nem kötelező regisztrálni a codeweek.eu honlapon, de ami miatt mégis erősen ajánljuk és kérjük, az az, hogy ezzel mutatjuk meg a részvételünket, hogy ünnepeljük, hogy odafigyelünk a programozásra ebben a két hétben, tehát az iskolánk, közösségünk, klubunk aktivitását mutatjuk meg, és nem utolsó sorban az országunk aktivitását is, hiszen, mint láttátok az elején, mutattam a napi állást, ugye 38 ezernél több bejegyzett esemény van már világszerte, 77 országban már, úgyhogy nem baj, hogyha látják, hogy milyen mennyire aktívak vagyunk, és hát itt jelen esetben 4 országból is vannak kollégák, itt mindenki a saját országában nyújtja be a regisztrációt, és az adott ország nagykövetei nyomban jóvá is szokták hagyni ezt, és ha már nagyköveteknél tartunk, akkor a következő előadónk egy Code Week nagykövet, mégpedig Szerbia Code Week nagykövete, és szeretném kérni Vörös Csabát, hogy kapcsolja be ő is a kameráját, és hozza meg a prezentációt, és mesélje el a tapasztalatait számunkra. Parancsolj, Csaba! Köszönöm szépen, Attila, jó estét kívánok! Köszönöm a lehetőséget, a meghívást, gratulálok az előttem szólókhoz. Szólóknak, és üdvözlök mindenkit, aki még velünk van. Egy pillanatra megosztanám a képernyőmet. Üdvözlök mindenkit még egyszer, Vörös Csaba vagyok, Szerbia Code Week nagykövete, ahogy Attila ezt már említette.
A mai estén szeretnék bemutatkozni nem csak mint Kódik nagykövet, hanem mint a Szabadkai Politechnikai Iskola középiskola tanára, és természetesen még, mivel Topolyán élek, ez Szabadkától 32 kilométerre levő kis mezőváros. Itt viszont foglalkozást tartok 8-14 éves gyerekeknek egy Kóder klub keretében. Mint nagykövet néhány fotón tudnám bemutatni, hogy Attilával hogyan szoktuk egyengetni a Code Week útját már jó néhány éve, jó magam 2015 óta vagyok nagykövet. A megosztás még nem látszik a megosztás. Értem. Tökéletes, köszönöm szépen. Tehát ismételném magamat, elnézést a technikai gond, hibákért. Ezeken a fotókon láthatjátok, vagy láthatják, hogy Attilával hogyan szoktuk a Code Week-et egyengetni, és 2015 óta vagyok a nagykövet. Jó példával szeretnék előjárni, nem csak mint nagykövet, mivel a Kóder klubot, amit Topolyán alapítottam, a nagykövetségem előtt szerveztem meg. Ez 2015. júniusában volt, ahol a helyi könyvtár, a topolyai könyvtár, Juhász Erzsébet könyvtár segítségével meg tudtuk szervezni az első foglalkozásainkat. Természetesen 5 évvel ezelőtt ez Scratch-el indult meg, és láthatjátok a fotón is jobbra, hogy lánycsapatokkal indultunk különféle versenyeken, és a házi versenyeinket is sorra a lánycsapatok nyerték. A klubban jelenleg 30 fiú, lány, magyar és szerb nyelven is folyik az oktatás, tartózkodik, és 5 évvel ezelőtt ez a Scratch volt az első foglalkozás, amivel bemutatkoztunk. A későbbiekben, amint az előttem szólók is már említették, ugye a Miki-Miki eszköz volt nagyon népszerű, később részt vettünk a kódolás óráján, és a kódú ingyenes játékprogramozó környezet a Microsofttól szintén nagyon népszerűnek számított, és itt a páros játékot tudnám kiemelni, amikor olyan játékot kellett készíteni, ahol egymás ellen tudtak versenyezni. Majd így visszaemlékezve, nagyon népszerű dolog volt, és ez ma is mindenkinek tudom ajánlani, a Pocket Code nevű alkalmazás, amikor is ugye egy alkalmazást kell letölteni Android vagy iOS-es környezetre, és akárhol, ahol a diákoknál, a tanulóknál, a gyerekeknél mobil eszköz van, tudnak foglalkozni a saját kis programjukkal, tehát ez nem asztali alkalmazás, nem desktop alkalmazás, hanem mobil eszközökre van kitalálva, és ugye úton, útvélen, buszon, szünetben tudják ezt az alkalmazást fejleszteni és foglalkozni vele. Szintén nagyon népszerű volt, ezért szeretném kiemelni, és ajánlom mindenkinek. Majd természetesen egy nagyobb ugrás következett a Pocket Code után, az App Inventort használtuk nagy szeretettel és hosszú időn át, még ma is néha visszatérünk hozzá, ahol számtalan játékot tudtunk készíteni, gyors lépésekkel tudtunk haladni, és ki tudtuk használni a mobil eszközöknek a tulajdonságait, szenzorait, érzékelőit, tehát kezdve egy egyszerű lépésszámlálótól, navigációs programokon át ébresztő óráig, és tudnám még sorolni. Igazából elékeztünk az App Inventor korlátaihoz, amikor már néhány dolog nem működött, tehát a Bluetooth kommunikáció szakadozott, vagy a push notifikációk, tehát ugye azonnali üzenetküldés nem működött, és így tovább, akkor már kicsit éreztük, hogy már itt már talán kicsit kevés lesz, vagy már túl messzire jutottunk, és lépnünk kell tovább, de mindenképpen egy nagyon hasznos és teljesen ingyenes természetesen alkalmazásról szó, vagyis weboldalról van szó. Majd ugye elérkeztünk arra a szintre, amikor már házon belüli versenyeket kezdtünk el szervezni. Én, mint informatikus, úgy gondoltam, hogy bármilyen szakmát is választanak ezek a gyerekek a jövőben, akkor a billentyűzet használata az elengedhetetlen lesz. Ezért próbálkoztunk fejleszteni ugye az ő billentyűzet ismereteiket,
itt a gyors gépelésre gondolok elsősorban, és ez annyira megtetszett a gyerekeknek, hogy már házi versenyt is szerveztünk több kategóriában, korosztályok szerint, fiúk, lányok és így tovább. Erre számos alkalmazást vagy ingyenes weboldalt tudok ajánlani, mellékeltem is itt a prezentációban jobbról, amiket esetleg fel lehet keresni, de a Typing Games vagy Typing Tutor szavakat begépelve a keresőbe önök is találhatnak számos ingyenes és nagyon használható weboldalt. A lényeg az volt, hogy a kezdő sebességét, azaz a billentyűzet ismereteket elmélyítsük, és a kezdő sebesség egy 8-10 éves általános iskolásnál, ez egy olyan körülbelül 10 szó per percről fel tudtuk tornászni 30-40 szó per percre. Nyilván nem a teljesítmény a lényeg, hanem hogy valóban elsajátítsák, és könnyedén tudják használni a billentyűzetet, mert például a speciális karakterek használata később, akárha programozók lesznek, ami az én titkos ugye, célom, vagy nem is annyira titkolt célom, akkor ez elengedhetetlen. A házi versenyt egyébként szintén lányok nyerték. Már említették korábban az előttem felszólalók a Microbitet, ahol szintén csak gyorsan kiemelném a Classroom használatát, ahol láthatták a tanulók, hogy a többiek az osztályteremben, vagy esetleg egy távoli osztályteremben hogyan gondolkodnak, és hogyan építik meg a saját programaikat. Az idén mi használtuk ezt a Classroomot, hogy kiveleszünk egy Covid Bit Fantázia nevű alkalmazást, amellyel a Microbitek szóltak egymásnak, hogyha másfél-két méteren belül ültek a diákok. Ez ugye a jelenlegi pandémia apropóján jött szóba, és a gyerekekkel ezt meg is programoztuk. Ugye a rádiókommunikáció, a program látható is baloldalt, ugye egy nagyon egyszerű programról van szó. Majd továbbfejlesztettük azzal, hogy 3D nyomtatott tokokat készítettünk, amivel karóraként tudták hordani a Microbitet, nem kellett zsebben vagy az asztalban tartani, és hát ez nyilvánvalóan szintén hasznosnak bizonyult abban az időpontban. A 3D nyomtató előtt, amit az imént említettem, 3D ceruzával kezdtük a foglalkozásokat, ahol felébresztettük a gyerekek kreativitását, itt csak néhány fotóban tudom ugye a pillangót vagy a szemüveget bemutatni. Számtalan ötletet tudnák, akár helikopter is épült vagy rajzolódott a háromdimenziós térben a valóságban a ceruza által. Az előnye természetesen szerintem a képekből is látszódik, ugye a mosolyból és a kreativitásból, a hátránya viszont, hogy azok a ceruzák, amiket használni tudtunk, nem voltak túl hosszú életűek, tehát 2-3 hónap után már nem tudtuk őket használni, de viszont az bőven elég volt, hogy megismerjék és kihasználják őket. Majd ugye áttértünk a korábban említett Tinkercad-re, itt készült néhány rajz jobb oldalt a Palicsi víztorony tudnám kiemelni, középen a Szabadkai Városházát és a Topolyai Szélmalom volnait balról, amelyek helyi jellegű épületeknek számítanak, de rajzoltak a gyerekek sok minden mást is, és itt szintén a Classroomot tudnám kiemelni, ahol már korábban említette György, hogy együtt tudnak dolgozni és rajzolni a diákok. És ezek után a 3D világában annyira elmerültünk, hogy a 3D nyomtatónkat beüzemeltük, és a világjárvány korai időszakában, amikor el voltunk zárva a külvilágtól, akkor ilyen egész arcot takaró maszkokat tudtunk készíteni, házi gyártású maszkokat, és ezt a helyi egészségházban ki is osztottuk, tehát ez több mint 40 darabról van szó, és a fotón látszódik, hogy a doktornők nagyon hálásak voltak nekünk, hogy ki tudtuk őket segíteni az akkor legnehezebb időszakban. Ma már szerencsére hozzájutottak egyéb eszközökhöz is. És plusz a 3D nyomtatóval rendelkezünk, amit itt a képeken ki tudnak emelni, ez a jobb oldali kép itt alul, ami igazából nem az én fotóm. Itt egy furcsa szerkezet van elhelyezve a nyomtató tetején, ezt úgy hívják, hogy multimaterial, egy olyan eszköz, amivel akár 5 színből is tudunk egyszerre nyomtatni, tehát nem csak egy színnel egyszerre, és ugye ilyen színkevert dolgokat, objektumokat tudunk létrehozni a későbbiekben. Ezt most vásároltuk meg, és
javaslom mindenkinek, hogyha teheti, vagy gondolkodjon el valami hasonló dolgon, nagyon érdekes dolog, viszont arra felhívnám a figyelmet, amit nem tudtam előre, hogy ez teljesen szétszerelt állapotban jön, és kaptunk legalább 100 kis csavart és egyéb alkatrészt, és több órába kellett ezt összeszerelni, de viszont ezt szintén a gyerekekkel nagy kedvel, mivel láttuk a célt előttünk, össze tudtuk igaz több óra alatt beszerelni, viszont igazán hasznos és érdekes dolog. Majd szintén saját szervezésben szerveztünk Rubik kocka kirakó versenyt is, ami, mint kiderült a környéken, 30 kilométeres körzetben nem volt még soha megrendezve. És itt arról tudok beszámolni, hogy teljesen ismeretlen, vagy tudás nélkül tudtunk elérni egy 23 másodperces sebességű kocka rekordot, nyilván ez házi rekordnak számít, és ez is nagyon nagy népszerűségre tett szert. Itt a középen látható kockákat ajándékként kiosztottuk a legjobbaknak. Az Arduino csak röviden említeném, ugye ez már kicsit mikroelektronika, bár ugye nyilván van programozáshoz is köze. Itt a 3D nyomtatott kart tudnám kiemelni, ami szintén a klubban található, és olcsó, egyszerű, kicsit más világ, mint amiről eddig beszéltem, de viszont nagyon élvezték a gyerekek, mert látványos és hozzáférhető, tehát a méreteik az ő kezükhöz vannak, kézméretükhöz, új méretükhöz van kitalálva. Majd említenék egy hasznos weboldalt, ami a nyáron igazán elnyelte a tetszésüket, a vr.vex.com-ot, ahol két fotó látható. Egy robotot, egy virtuális robotot lehetne megprogramozni, Scratchhez hasonló vizuális nyelve, és többféle pályából lehet választani, és a kamera állítással itt jobbról látható, hogy kétdimenziós vagy háromdimenziós nézetben szeretnénk a pályát teljesíteni. Nagyon élvezték a gyerekek, és ez a pálya, amit most éppen láthatunk magunk előtt, a dinamikus labirintus pálya, ahol a falak minden pálya elején megmozdulnak, és tehát nem tudjuk előre megprogramozni a robotot egy bizonyos lépéssorozatra, hanem olyan programot kell írnunk, ami alkalmazkodik az adott környezethez, és a startról a céling eljuttatja a robotot. Úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek, nagyon, nagyon hozzáférhető és egyszerű, népszerű dolog volt a nyáron. Majd ajánlanám még az AstroPi Challenge, vagy kihívást, ami röviden arról szól, hogy egy Raspberry Pi mini, kis mikroszámítógép a nemzetközi űrállomáson el van helyezve, és erre csapatok küldhetnek egy 30 másodperces kis programot. Az alábbi linken meg lehet találni hozzá leírást, ami magyar nyelven is elérhető, és ezt elbírálják és felküldik a nemzetközi űrállomásra, és amikor az űrállomáson ez a program lefut ezen a kis eszközön, ezen a kis szürke dobozon, akkor a diákok kapnak, a csapattagok kapnak egy elismervényt. Többek között például azt is meg lehet látni, hogy amikor a programjuk az űrben végigfutott ezen a kis eszközön, akkor a nemzetközi űrállomás a Föld melyik pontja fölött haladt el. Itt láthatjuk ezt a kis piros buborékot, hogy itt valahol Japántól keletre volt ennek a csapatnak a programja lefuttatva a nemzetközi űrállomáson. Ez is egy nagyon szép történet volt, különösen, amikor megkapták az elismervényt, és ezt a térképet láthatták. Majd részt vettünk a Lego robotépítő versenyen, tavaly Magyarország volt adott otthont a döntőnek, Győrben, ahol el tudtunk jutni, mivel országos versenyen mi a harmadik helyzetet értünk el a klubbal, és hát ez is egy hosszabb történet, ugye, mivel most is készülünk erre a versenyre, igaz, hogy csak helyi szinten lesz megszervezve ismert okokból, decemberben lesz a döntő, de nagyon lelkesek a srácok, és hát merem ajánlani mindenkinek, ez már komoly programozást igényelhet, és Lego ismereteket is, mert olyan alkatrészek is vannak ezekben a dobozokban, amiket én még korábban nem láttam például. Amire gyorsan még ki szeretnék térni, a Kodi Maze Botra, az előadásom címe ugye valójában a kódvadász verseny, a Code Hunting Game volt, de mivel ma is egész héten is esni fog az eső, akkor szerintem be fogunk szorulni egy zárt térbe. És a kódvadász verseny az, aki még nem hallott róla, annyit kell tudni, hogy nyílt terepre, szabad levegőre van kitalálva. De van egy kis testvére, ami a prezentációt majd meg fogom osztani, vagyis a linket az előadásom végén, és ezeket a térképeket, vagy segédleteket mind le tudjátok majd tölteni.
Röviden 25 darab A4-es papírt kell kinyomtatni, ami el van látva A-tól A, B, C, D, E osztopokkal, és 1-től 5 sorban kell őket négyzetrácsban elhelyezni, és egy Telegram nevű alkalmazással lehet ezt a játékot játszani. Itt röviden arról van szó, hogy ez egy személyes játék, tehát nem csapatokról van szó, és mindenki végig kell, hogy menjen a pályán, 13 lépés megtéve, egyszerű algoritmikus kérdések vannak, hogy fordulj jobbra, menj előre kettőt, egészen mondjuk olyan kérdésekig, hogy tehát már több ciklusos és több lépéses feladatok is vannak benne, ahogy haladnak előre a játékban, úgy egyre bonyolultabb. A végén viszont azonnal megajándékozza a játékost az elvégzett pálya után egy elismervény, egy tanúsítvánnyal, a Cody May Certificate, itt látható jobb oldalt a sarokban, ez a kis színes kis tanúsítvány. Nagyon egyszerű, tehát csak 25 darab A4-es lapot kellene kinyomtatni, és a játék leírása már a Telegram van megkereshető, a Cody Maze Bot nevű robot, ami már magyar nyelven is elvezeti a felhasználót a játék menetén. Ajánlom mindenkinek. És a Konvadász verseny, ami az idei év fő attrakciója lenne, mert minden évben a Kódiket mi ezzel a versennyel szervezzük meg itt Topolyán a főtéren. Remélem, hogy vasárnap, amikor is szervezzük ezt az eseményt, jó időre számíthatunk, minden évben jó időnk volt. A kódvadász verseny leírása az alábbi linken majd elérhető lesz később. Igazából néhány jó tanácsot szeretném ellátni azokat, akik majd szeretnének ezzel megpróbálkozni, vagy még nem próbálkoztak korábban. Például olyan kérdésekre kell számítani, szintén a Telegram alkalmazást kell letölteni, és az utasítás után, ugye a játék kezdete után néhány kérdésre szembesülünk. Talán ismerős ezek a Cody robot gondolkodása, lépései, teljesíteni ezeket a kérdéseket, hány lépésből kell, hogy megtegyen például a robot, hogy az összes szürke mezőt meglátogassa, hogyha ezek a kártyák állnak rendelkezésre a második fotón, akkor az A, B vagy a C pontig jut el a robot, és általában minden verseny végén egy hölgy fotója jelenik meg, Ada Lovelace szerepel a fotón, valószínű, hogy sokan ismerjük, és az utolsó kérdés pedig, ugye a korábbi helyes válaszok után elrejtésre került egy-egy kis morzsácska, például az első fotón ugye a jó válasz után kaptunk egy F betűt, és így tovább minden jó válasz után kapunk egy-egy kis morzsát, amelyeket összeépítve, vagy egymás után helyezve az utolsó robotot el tudjuk vezetni a jelenlegi kiinduló pontjától egy pontra ezen a térképen, a négyzetrácson, és az volna ugye az utolsó helyes megoldás. Tehát itt szokott például gond lenni, hogy nem igazán értik a versenyzők, hogy mire kell számítani, vagy hogyan kell ezt az utolsó pontot teljesíteni. Néhány fotó ugye a korábbi versenyekről, ahol fiúk és lányok vettek részt, több csapatban, és nagyon furcsa és vicces csapatnemeket kitalálva maguknak. Amit még el szeretnék mondani, hogy úgy szerveztem meg a versenyt, hogy a helyi cserkész csapatot is bevontam, mivel úgy gondoltam, hogy ők a tájékozódásban igazán előrébb vannak, mint ugye a programozók, hogy úgy mondjam. Úgyhogy vegyes csapatokat állítottunk össze, és még egy jó tanács, ugye amikor a következő kérdéshez vezető pontot megkapjuk a térképen, akkor a csapatok, vagy ugye a segítők váltsanak át a térképen a műholdas nézetre, mert láthatjuk, hogy a baloldali képen igazán nehéz volna megtalálni bármit. A jobb oldali képen pedig ugye látjuk például ez a topolyai főtér, a műholdas képe, ahol jobban tudnánk tájékozódni és megtalálni a következő QR kódot elhelyezve a pályán. A QR kódok számát a szervező határozza meg, aki előző nap vagy pár nappal előtte körbejárja a telepet, és elhelyez a Telegram segítségével, aki vezeti őt ebben a játék készítésben, néhány pontot, 8-10 pontot javasolok körülbelül, attól függ, hogy mekkora a terep, és nyilván talán annyira nem kell őket távol helyezni egymástól, mert akkor mivel a csapatok egyik ponttól a másikig kell, hogy siessenek vagy szaladjanak, általában ez szaladásban merül ki, akkor a 10 pontra szaladni egy nagyobb téren vagy bárhol, akkor az igazán fárasztó lehet. Tehát korlátozzunk egy relatív kisebb területre, és mondjuk egy 8-10 kérdést határozzunk meg, amikor készítjük a játékot.
Sok versenyen vettünk részt korábban, és eseményeket is szerveztünk, említettem a Rubik kockai versenyt, a gyorsgépelést, de hát ugye a szabad fogású számítógép versenyt, aminek azt hiszem, hogy ma van a határideje, digitális téma, kódolás órája, és természetesen a kódvik, ami ugye adódik, hogy mi minden évben megszervezzük ezeket az eseményeket. Néhány fotó a csapat életéből, kirándulásokat szervezünk, amikor ez ugye sikerül, vagy amikor még erre lehetőség volt, reméljük, hogy hamarosan újra lesz. És ugye nyári informatikai táborokat itt szervezek, amikor ez kétszer egy hét a nyár folyamán, tehát nincs megállás, nincs igazából pihenés. És szeretném megemlíteni programozó kollégámat, Nagy Alfredet, aki nagy segítségemre van a klub vezetésében, és többi támogatóinkat, ugye a könyvtárat, nemzeti tanácsot és egyebeket, akik önzetlenül segítik a munkánkat. Köszönöm a figyelmet!